Évről évre országszerte jelentkező madárvédelmi probléma, a tavasszal hazaérkező parti fecskék beköltözése az épület alapokba, építési földhányásokba. Olyan helyekre, ahol éppen ezért hónapokra le kell állítani a munkálatokat, különben a teljes kolónia, a tojások, a kotló és etetőmadarak, illetve a fiókák pusztulását okozhatja. Ezek a fecske kolóniák automatikus védelmet élveznek, ezért ezeken a helyeken az építkezés természetvédelmi és állatvédelmi törvény értelmében sem folytatható, mondta el Hága Krisztián, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi önkéntese. A fészkelésük végéig őket már bolygatni nem szabad, és ez nyilván akár egy egész éves csúszást, és ezzel együtt kellemetlenséget is okozhat az építkezőknek. Tehát ezekre tettek olyan ajánlásokat, hogy még ezt megelőzően fedjük le valamilyen anyaggal, egy egyszerű ponyva is megteszi ezeket a számukra alkalmas felületeket, és akkor nem lesz ilyen probléma, és a fecskéket sem veszélyeztetjük. A parti fecskék fészkelőhelyei a rohamos urbanizációnak köszönhetően egyre csökkennek, ezért kénytelenek ezek a madarak építkezéseken elhelyezett földhányásokba, épületalap gödör függőleges falába kialakítani maguknak költőüreget. Április közepe, május eleje környékén már visszaérkeznek, és elkezdik kiválasztani ezeket a helyeket, tehát ahol megjelennek, és ahol már a költésbe is belekezdtek, ott az a terület már nem bolygatható a költési időszak végéig, tehát nagyjából ilyen szeptember környékéig. A probléma könnyen elkerülhető, ha az ilyen potenciális fészkelőhelyeket akár a napi munkavégzést követően, de legalább egynapos munkamegszakítás esetén mindenképpen ponyvás takarással tesszük a parti fecskék számára érdektelenné.